Előző meccsen Ikene King combsérülés szenvedett, úgy festett elsőre, hogy elszakadt a combja, azóta kiderült, hogy enyhébb ennél a sérülés, de nem lehet ott a csapatban, és bent van Moga, ő azért került a kezdő 11-be, mert a Siófok elleni meccs hajrájában Lovric is megsérült. Itt pedig a Diósgyőr kezdő 11-e. A kezdő csapatban nincs változás az Újpest elleni 1-1-es döntetlent játszó együtteshez képest, tehát valóban Vadász és Gohér játszik belül. Ő viseli tehát a csapatkapitányi karszalagot, megkezdődik a harmadik perc, és bent a labda a gólvonal mögött. Vezet a Diósgyőr. Jeff Silva első bajnoki gólját ünnepelheti a Diósgyőrben. Abszolút új színezetet ad mindez a mérkőzésnek. Itt belepörget még Jeff Silva, irányt változtat a labda, a honvéd védők pedig asszisztálnak ehhez. Kemenes már csak a gólvonal mögül tudja kipiszkálni. Ott változtat irányt a labda. Jön az első honvéd szöglet, és számos kiválóan fejelő játékos a honvédban. Tandia és Ignatovic is ebbe a körbe tartozik. Szép volt a mozdulat, Tandia. Jeff Silva. Nagy Gergő mellett. Rudolf Rástartól, és aztán kétszer is pattan a labda, előbb Ignatovicsról Rudolfra, aztán vissza. Ignatovics nem látszik feszültnek, viszont itt mindenki büntetőt reklamál, és bele is csapott kézzel. Hajmeresztő passz, Barát menteni, de egyelőre nem tudja a helyzetet megmenteni. Rudolf pedig ezzel megindulhat, talán kapura is törhet. Rudolf, Kemenes! Kissé kisodródott Rudolf, éles volt a szög, mondhatnánk, és Kemenes kivárt felkínálva a hosszú sarkot. Csak oda lőhette Rudolf jóformán. Remekelt a honvéd kapusa. Délceg, Abbasz. Vissza Délcegnek, ez remek összjáték volt, Délceg, és a kapufáról pattan ki éppen Ribánszki kezébe. Nagyon éles szögből kis hiánygólt szerzett Délceg. Onnan berúgni bravúr lett volna már. Kisza élesen. Ott marad a labda, Kemenes lábbal! Itt a diósgyőriek találják meg Gohér révén a labdát, és nagyon közelről jön ez a lövés, amit estében ad le, vagy inkább fektében Gohér. Diarra. Vernes. Uff! Barát fellökte, vagy a Barátot fellökte, Elekő meg beletalpalt a diósgyőri játékosba, piros lap Barát Botonnak. Ez nagy balgaság volt most. Húsz perccel a vége előtt, tizen maradnak a vendégek. Itt láthatjuk a szabálytalanságot, aztán, hogy mit tett Barát, illetve a jobb lába takarásban az volt, amivel eltalálta Elek hasát. Délceg. Vernes, kivetődik Ribánszki, és egymást lövik telibe a honvéd játékosai. Fagyasról pattant ki a labda. Majdnem egyenlített a honvéd. Itt pattant le Délcegről a labda, egy pillanatra mindenki megállt kezezést reklamálva, aztán Vernes centerezett, nem érte el Ribánszki, és bizony Vécsei ezt minden bizonnyal a kapuba juttatta volna. Csirszki a túloldalon. Abszolút benne van, hogy valamelyik csapat gólt szerez a hajrában, hiszen rohamoz a Budapest honvéd 10 emberrel is. Tandia közben dürohamot kap, meg egy sárgát is. Eszét és kesztyűjét veszítve közlekedik a pályán Tandia. Csirszki pedig lent marad, Kemenes lögdösi el onnan.
a csapattársát, hogy nehogy inzultálja a földön fekvő diózsőri fiatalt. Kegyetlenül kemény volt Tandia, egyik lábával a labdát rúgt el, a másikkal meg elsöpörte Csirszkit. Szegény Csirszkit ápolni kell, és nem biztos, hogy maradhat a pályán a folytatásban. És még Tandia azt vitatta, hogy ez miért szabálytalan, és miért él sárgát. Addig a diósgyőriek azt mondták, hogy ez pirosat ért volna, és Tandiát végül kiállítja a játékvezető, meg kimutogat, aztán Takács után ered, erre semmi szükség. Most már 9-en maradtak csak a vendégek, hát innen az már szenzáció lenne, hogyha képesek lennének egyenlíteni, de kaptak egy 11-est, és egy sárgalapot is kioszt Vadkettő Gohérnak. Itt átveszi a labdát Vernes. Fogta a vállát, Gohér, ő meg fogta Gohért a bal kezével. Tessék nézni, így forgott be, és aztán dobta el magát Vernes. Délceg büntetője. Belövi, csak úgy, mint a Siófok ellen, egyenlít a Honvéd 9 emberrel. Nem mondom, hogy nem volt benne a Honvéd játékában a gól, de nem feltétlenül így. Bacsa, vissza a 16-osra, és mellé döcög a labda. Elek érkezett. Ez az ötödik diósgyőri szöglet. Luke. Megcsúsztatják a rövidnél, és bent van. Ketten is érkeztek a hosszú saroknál, és újra vezet a házigazda. Így van, Gohér Gergő. Még Gallardót is megelőzte. Takács, és ezt elengedi most az asszisztens, ajtóablakzicser, Gallardó tovább, Bacsa, 3-1, nincs tovább izgulnivalója Szentes Lázárnak és Bene Ferencnek, nincs tovább izgulnivalójuk a diósgyőri drukkereknek. Itt az indítás pillanata, nincs vonalban a kamera, úgyhogy ebben a pillanatban nem foglalnék állást, az biztos, hogy Bacsa legutóbb még a 8. fordulóban volt eredményes, amikor a Paks ellen hazai környezetben győztes gólt szerzett. És ezért mondtam, hogy Gallardo inkább az előkészítésben jeleskedett korábban is, ott is leadja önzetlenül. 3-1-re győz a Diósgyőr.